Sziasztok, én Baska vagyok, és furcsa helyeken tűnök fel rovatunkban. Tegnap Kecskeméten jártam, és ez a látogatás emlékezetesebbre sikerült a vártnál, úgyhogy arra gondoltam, hogy szentelek egy adást ennek az apropójának, a focihoz fűződő viszonyomnak, illetve a gólnak, amely megrengette a sportsajtót. Kezdjük az apropóval, tegnap rendezték a második Lázár Bence emléktornát. Bence egy kifejezetten tehetséges focista volt, aki 20 évesen mutatkozott be az Újpest csapatában 2 góllal a Kaposvár ellen, és ugyan gyakran nyaggatták sérülések, de úgy tűnt, hogy fényes jövő előtt állt. Ja, és a meccs után totál eufóriában így nyilatkozott. Első bajnoki meccsemet játszom itt az Újpest színeibe. Nagyon régóta várok erre, hogy bemutatkozhassak. Nagyon örülök, hogy nyertünk. Ha jól tudom, édesapádnak tojásfarmja van. Ilyenkor mi van másnap? Féláron van a tojás? Hát nem tudom, szerintem ingyen örök életemre, vagy nem tudom. Itt vannak ők is, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, és még egyszer az a legfontosabb, hogy nyertünk. Figyeltétek, hogy élete legnagyobb pillanatában milyen összeszedett, milyen választékosan fejezi ki magát? Sajnos a fényes jövő az egy rövid focista karriert tartogatott, mert a sérülések miatt viszonylagosan fiatalon be kellett jelenteni a visszavonulását, de csak nem ezzel párhuzamosan elkezdődött egy új karrier, ugyanis a Sport TV futballszakértője lett. És basszus, tökéletes volt erre a szerepre. Akkoriban még a szemétégetőnél vettük föl a Trash Talkot, és elég gyakori volt a melegváltás a focistáb meg közöttünk a sminkszobában. És bemegyek, és egyszer csak ott ül egy modellgyerek, nagy jattal, kivarva, 1000 wattos mosoly, értelmes, intelligens, beszédbe legyedik veled közvetlen, és úgy tűnt, hogy még ért is ahhoz, amiről beszél. És olyan aurája volt, én amíg nem találkoztam vele, azt hittem, hogy én egy ilyen pozitív, meg ilyen vidámságot sugárzó srác vagyok. De az, hogy a Bence mellett olyan voltam, mint egy dementor, olyan pozitivitás árad belőle. Aztán kiderült nem sokkal később, hogy beteg, a többit meg tudjátok. Nem akarok ebből egy tírbeit videót csinálni, nem is az én ticségem, nem ismertük egymást annyira, azt gondolom, hogy akik nálam jobban ismerték, már elmondták, jobban, mint hogy arra én bármikor képes lennék, hogy miért ilyen hatalmas veszteség, hogy Bence már nincsen velünk. A lényeg, hogy egy nagyon fasz a gyerek volt, és tegnap ráemlékeztünk Kecskeméten a második emléktornán, úgyhogy rá pedig csak mosolyogva lehet emlékezni, úgyhogy én is igyekszem tempót váltani, meg belehúzni. A Sport TV az nem először szerepel teremtornán, de a helyzet súlyosságát, illetve a létszámhiányt jelzi, hogy idén először én is bekerültem abba a Messenger csoportba, ahol a csapatszervezés zajlott. És én rögtön igyekeztem leszögezni, hogy a kapuban érzem otthonosan magam, úgyhogy ha lehet, akkor ott szálljanak nekem némi szerepkört. Ennek van egy háttértörténete, én az országbíró lakótelepen nőttem fel, és így visszanézve egy elég, nem tudom, mintagyerek voltam. Jól tanultam, sokat olvastam, voltak barátaim, és még sportolni is szerettem. Egyrészt lejártam biciklizni a kis zöld csodacsepelemmel, másrészt pedig hétvégente irány az országbíró lakótelepi általános iskolának az udvara, ahol volt egy kézilabda pálya, és ott mentek az élet-halál derbik a szocialista grundokon, és elég hamar a lakótelep harmadik legjobb kapusává váltam. Ugye mindenkinek kell egy becenév, nekem szemüvegem volt egészen a szemműtétemig nagyjából, nem tudom, 10 évvel ezelőttig, úgyhogy az Optika nevet kaptam a kerességben, és Optikát azért mindig beválasztották a jobb csapatokba, mert lelkes voltam, és én eldobtam magam a betonon is, hogyha arról volt szó, és jött egy olyan lövés. Imádtam focizni, és annyira megtetszett, hogy nagyjából negyedikes koromban fölpattantam a 12-es, 14-es villamosra, és nem tudom, pár megállóval később leszálltam a Fáji utcánál, és bementem a Vasashoz, hogy akkor hello, én jöttem védeni. A depth charton eléggé hátul kezdtem, én voltam a harmadik számú kapusa a Vasasnak, és ez abban a másfél évben, amíg ott voltam, így is maradt. De lelkes voltam, mentem, vártam a lehetőségre, amely nem jött meg, viszont volt egy incidens, amely hát derékba törte az én focista karrieremet, ugyanis az egyik edzés után összetűzésbe keveredtem egy csapattársammal, és hát pont a székház előtt sikerült levernem neki egy csícska lángost. Pont megérkezik egy autó, lefékez, ablak leteker, és kihajol belőle a Vasas akkori, nem tudom, elnöke vagy vezérigazgatója, és akkor szépen igazoltatott, hogy hívnak, kinek a csapatába játszol,
holnaptól nem kell edzésre jönni. És nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha másnap lemegyek edzésre, hogy vajon tényleg leszólt-e, lenyúlt-e, és elmondta, hogy mi történt. Ezt nem vártam meg, és soha többet nem tettem be a Fáy utcába a lábamat, csak amikor később a felnőtt csapat meccseire mentem. De focizni azóta is nagyon szeretek, bár nem nagyon tudok. Ha tehetem, most is védek, erre készültem Kecskeméten is, de a Death Charton ismét lejjebb csúsztam, most valami, nem tudom, Hajdú Attilát tettek be elém, úgyhogy a mezőnyben kellett helytállnom. Ezzel csak annyi gond van, hogy nekem egy középszar kosaras kondim van, ami a focipályán kb. Semmire sem elegendő, hogy egyébként ez fordítva is igaz, hogyha valakinek van egy ilyen középszar focis kondia, az meg a kosárpályán döglik meg, mert teljesen más igénybevételről van szó. Viszont szerintem jól látok, nagyjából oda tudom rúgni a labdát, ahova szeretném. A lábmunkám az úgy a kosarazásból ad annyi előnyt, hogy amíg meg nem borítanak, védekezgetni is el tudok, viszont labda nélkül, teljesen fogalom nélkül vagyok támadásban, nem tudom, hogy hova kell futnom, mikor vagyok jó helyen, hogy helyezkedjek, úgyhogy tegnap is a tisztes helytállásban bizakodtam. Aztán másképp alakult, nem is szaporítom tovább. Következzen életem gólja, és ahogy a világ látta... Hát nem tudom, ki az, aki nincs pályán, amióta ilyen rosszul megy. Óriási tőrös gól! Úristen! Ez az ember lábbal is tud! Látom benne a 20 évvel ezutáni önmagamat. Zseniális gól! Well, there's a long ball through and... Oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen! Via Oba, acrobazia, via Legal, 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 Hamarosan tényleg jön a következő NBA tematikájú videó, csak mindig közben jönnek ezek az aktualitások. Én Baska voltam, szerintem idén már videóban nem találkozunk, úgyhogy köszönöm az egész éves figyelmet és nagyon boldog új évet. Tartsatok jövőre is velem. Ciao.